Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Ez itt a Tudatalattid Hatalma. Ez a csatorna segíteni fog neked megteremteni minden vágyadat, hogy minden nap lelkesen vágj bele az előtted álló napba. Ha tetszik a tartalom, kérlek iratkozz fel a csatornára, így a YouTube algoritmusa több embernek mutatja majd meg ezt a videót, és így több embernek tudok segíteni. Ha szeretnél személyes konzultációra jelentkezni, vagy adományoddal hozzájárulni a csatorna fejlődéséhez, akkor a videó alatti linkeken megteheted. A mai napon egy olyan technikát szeretnék megismertetni veletek, amivel úgymond, idézőjelesen meg tudod változtatni a múltad. Kérlek, nézd meg a videót végig, hogy pontosan értsd, mit jelent ez. A technika neve az, hogy felülírás. Ez egy Neville Goddard technika, és az a lényege, hogy egy bizonyos emléket felülírva megváltoztathatjuk a hozzáfűződő érzelmeinket, gondolatainkat. Ezáltal feldolgozhatjuk az adott emléket, és nem visszük tovább a jövőnkbe kivetítve. Kétféle felülírást tanított Goddard. Az egyik, mikor egy specifikus emléket írsz felül. Azaz előveszel egy meghatározott negatív emléket a múltadból, és úgymond meghamisítod. Találd ki, hogy szeretted volna, hogy alakuljanak a dolgok, és akkor írj köré egy új jelenetet, majd vizualizáld ismételten. Ha tudod, meditatív állapotban, akár elalvás előtt. Hogy mi történik ezáltal, arra később kitérek. A másik a mindennapos felülírás. Azaz minden nap elalvás előtt szentelsz némi időt rá, hogy az aznapot elejétől a végéig átpörgesd az agyadban, és felülírd azokat az eseményeket benne, amik nem úgy alakultak, ahogy szeretted volna. Ha egy szituációban például rosszul reagáltál, vagy ha vitád volt valakivel, ha kiabáltál a gyerekekkel, ha elvesztettél valamit, egy szóval bármi olyan történt aznap, ami negatív érzést váltott ki belőled, azt felülírhatod. Ez úgy néz ki, hogy egyszerűen kicseréled azt az emléket arra, ahogy szeretted volna, hogy alakuljanak a dolgok. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy vegyük példának azt, hogy a munkahelyeden lecseszett a főnök valamiért. Meditatív állapotban vedd elő ezt az emléket az érzésekkel együtt, nyilván mivel friss, ezért még elég könnyen előjönnek, és cseréld ki úgy a történéseket, mintha minden jól sült volna el, vagy mondjuk megdicsért volna. Nyilván, hogyha valamit elrontottál, akkor is tudsz egy olyan verziót készíteni belőle, ahol nem lecsesz, hanem mondjuk elmondja, hogy figyelj, ezt meg ezt csináltad rosszul, legközelebb mi lenne, ha így meg így csinálnád. Tehát, hogy még abból is ugye ki lehet hozni egy pozitív eseményt. És ugyanúgy a saját szemszögedből nézd ezt az eseményt, ezt a meghamisítottat. Töltsd meg színekkel, hangokkal, érzésekkel az egész jelenetet, majd ezt a felújított pozitív jelenetet ismételkesd magadban addig, amíg a negatív érzésedet felül nem írta a pozitív érzés. Ugyanúgy, mint ugye, ahogy az EFT-vel is kezdjük a negatívval, majd átfordítjuk ugye pozitívba az eseményt. Mert ugye, mint korábban mondtam, amikor egy gondolat, egy emlék vagy érzés van bennünk, akkor az agyban az annak megfelelő idegsejtek felvillannak. Minél többször villannak fel ezek az idegsejtek, annál erősebben kötődnek egymáshoz, annál erősebb lesz ez az érzelem, gondolat, emlék képe az agyadban. Ellenben, ha még aznap semlegesítjük azt, ami történt, azzal, hogy egy hamis emlék hatására másfajta neuronokat villantunk fel az agyunkban, azzal elérjük, hogy egy idő után az adott szituációban ezek alapján, a neuron kapcsolatok alapján reagálunk. Tehát, ha meghamisítod azt az emlékedet, hogy lecseszett a főnök, akkor egy idő után azon kapod magad, hogy sokkal jobban teljesítesz azokban a szituációkban, vagy sokkal jobban reagálsz azokban a szituációkban, amik korábban problémát okoztak. De ugyanígy, hogyha meghamisítod azt az emlékedet, hogy kiabáltál a gyerekekkel, akkor hamarosan azon kapod magad, hogy ugyanazokban a szituációkban, mivel az agyadban már nem a kiabálásnak megfelelő neuronkapcsolatok az erősek, hanem a türelemnek mondjuk a neuronkapcsolata erős, ezért sokkal türelmesebben fogsz bánni a gyerekeiddel, de ugyanígy a pároddal, az anyósoddal, a dugóban. Tehát, hogy bármi, ami problémát jelent a napjaidban, azt ugyanígy ezzel a technikával mindent meg lehet változtatni előre a viselkedésünket. Tehát ez egy remek eszköz arra, hogy azzá váljunk, akivé válni akarunk. Tehát, hogy az az ember, akivé válni akarok, az én tökéletes énem, úgymond a felsőbb énem, milyen tulajdonságai vannak. És amikor kicserélem ezeket az emlékeket, előveszem ezt a szemét, hogy ő mit tett volna ebben a szituációban, és annak megfelelően írom meg ezt a jelenetet, és játszom el az agyamban újra, és újra, és újra. Tehát ezzel
nem csak, hogy ugye megszabadulhatunk a negatív tulajdonságainktól, vagy negatív berögződéseinktől, hanem remek lehetőség, hogy megteremtsük azt az új énünket, akire nagyon vágyunk. Ugyanis az agy, az elme ugye nem tud különbséget tenni a valós élmény és az elképzelt élmény között. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mintha például szexuális fantáziánk van valakiről, vagy ha eszünkbe jött az idegesítő kollégánk, ugye. A testünk azonnal reagálni fog ezekre a gondolatokra. Számtalan kutatást támasztja ezt alá, ráadásul sokan, sok ilyen kísérletes sportolóknál végeztek el, tehát például gondolatban elvégeztették a futókkal azt a távot, amire készültek, és azt vették észre, ugye, hogy hiába nem mozgatják a testüket, csak ugye az elméjükben végzik el ezt a távot, akkor is ugyanazok az izmok húzódnak össze, minthogyha ténylegesen futnának, és erősödnek ugyanígy ezek az izmok. Egy nagyon híres kísérlet során pedig zongorázni tanítottak két csoportot. Az egyik csoport tagjai napi egy órát gyakoroltak egy egykezes egyszerű darabot. A másik csoport tagjai mindezt, ugyanazt a gyakorlatot, csak fejben végezték el. De ugyanazt csinálták, napi szinten gyakoroltak egy-egy órát, ezt a bizonyos darabot. És egy héttel később leültették őket a zongorához, és mindkét csoport tagja ugyanúgy el tudta játszani azt a darabot. Úgyhogy a kísérlet előtt egyikük sem nyúlt zongorához. Az a csoport is, aki azelőtt, tehát ez alatt a kísérleti hét alatt nem érintett zongorát, csak és kizárólag ugye fejbe csinálta. És mit bizonyít ez? Hogy pusztán mentális gyakorlattal felvillannak azok a bizonyos neuronok. Itt ebben az esetben a zongorázáshoz kapcsolódó idegsejtek, és az ismételt felvillanás hatására erős idegi kapcsolat alakult ki azoknál, akik nem gyúltak a zongorához korábban. Ugyanígy bármit lehet gyakorolni. Minden golfozó, aki profi, minden, de akár bármilyen profi sportolóról beszélhetünk, mindenki azt mondja, hogy ez a legeslegfontosabb dolog, amit gyakorol a meccsekre mondjuk, hogy előtte folyamatosan ismétli magában, vizualizálja az ütéseket a golfozó akár, a kosarasok ugye, hogy kosárba dobnak, tehát a legjobb sportolók a világon mind-mind erre esküsznek a vizualizációra. És ezzel a technikával vissza tudsz nyúlni a múltba, és vizualizálni azokat a dolgokat, megváltoztatni, ami már ugye megtörtént. Szóval, nem fantasztikus az emberi agy és a tudomány? Neville ugyanezt a szót nem, tehát ezt a felülírást nem tudományos oldalról mondta, ugye, vagy tanította, minek után a tudomány még bőven nem tartott itt. Ám mára utolérte őt a tudomány, és én pedig így meg tudom nektek ezt tanítani. Mint tudjátok, én ugyan manifestáció, vonzástörvénye, tudatos teremtés címszavakkal kezdtem el ezt a csatornát, ugye. Az újaknak, a kritikusoknak ugye ez úgy tűnhet, hogy ez egy varázslat, vagy Isten csinálja, vagy bármi. Tulajdonképpen mindenre van tudományos magyarázat, hogy játszódnak le ezek a dolgok az ember agyában, és én ezt szeretem nektek átadni, mert ez az, ami bebizonyítja, hogy tényleg így van. És akkor nem lesz kétségetek, nem lesz az, hogy de én ebben nem hiszek, nem lesz az, hogy de nekem ez nem megy, mert a te idegsejtjeid az agyadban ugyanúgy működnek, mint bárki másé. Oké? Tehát, azzal, hogy felülírsz emlékeket, megváltoztatod az idegi kapcsolatokat az agyadban. Ez mind oké, de mit értek az alatt, hogy ezzel meg lehet változtatni a múltat? Mert ugye Neville Goddard ezt úgy hirdette, ezt a technikát, és még mai napig is ugye akik követik, azok ugyanígy ezt használják. Azt értem ez alatt, hogy a múlthoz fűződő viszonyodat változtatod meg. Ha egy esemény traumatizált, de sikeresen felülírod, akkor eltűnnek az agyadból a traumának megfelelő idegi kapcsolatok. Megszűnnek, nincsenek tovább, azaz nincs trauma. Tehát ezt most így nehéz elképzelni, de ha valakit szexuálisan zaklattak, és sikeresen alkalmazza ezt a technikát, és felülírja magában azokat az emlékeket, akkor a trauma maga el fog tűnni belőle. Túl fogja tenni magát. Úgy is mondhatjuk, hogy feldolgozza, túl teszi magát, megbocsájt. Mert eltűnnek a negatív érzések a traumával kapcsolatban. Oké? Tehát ezt értem ez alatt. Az esemény megtörtént, nyilvánvalóan. De te ezzel a trükkel átvered az agyadat, és most már máshogy fog emlékezni az eseményre, mert felülírtad. Például, ha a szerelmet vallottál egy nőnek, és elutasított, akár megalázott,
Akkor ha felülírod azt a régi emléket, azzal megszünteted az agyadban azt az elutasítás, a megalázottság érzését, és ennek következtében nem fogod kivetíteni a következő nőre, akinek mondjuk szerelmet szeretnél vallani. Oké? Bármilyen negatív emlékkel használható ez. Ugyanúgy ez a technika, mint az EFT, ugye arra épít, hogy a berögzült negatív érzéseket, hiteket, gondolatokat megszüntesse. Teljesen ugyanarra az elvre épít. Annyit tennék még hozzá, végül, hogy ugye a múlt megváltoztatása természetesen ismétlem, mert nagyon fontos, nem szó szerint értendő. Azért mondom ezt el, mert sajnos találkoztam nagyon sok olyannal, aki ezt a technikát úgy értelmezte, hogy ezzel akkor halottakat lehet visszahozni, vagy ilyesmi. Nem lehet se a történelmet megváltoztatni, se semmilyen eseményt meg nem történté tenni. Sajnos Neville megfogalmazása nem volt ezzel kapcsolatban egyértelmű, hiszen még mindig terjed ez az oldala is ennek a technikának az interneten. Nyilván, mert ő nem ismerte a neuroplaszticitás tudományát, és a saját gondolatvilágával fejezte ki magát. Tehát amit megváltoztatunk a múltban, az a hozzáfűződő viszonyunk. És ezáltal megváltoztatjuk a jelenünket és a jövőnket is. Oké? Szóval próbáljátok ki, és kommentben pedig várom a tapasztalataitokat, rendben. Ennyi volt mára, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!